A legfrissebb exit poll szerint Emmanuel Macron magabiztos győzelmet aratott, ugyanis a szavazatok 58,2%-át kapta meg, míg Marine Le Pen a voksok 41,8%-át. Fontos hozzátenni, hogy ez nem hivatalos végeredmény, csak exit poll adat, amit az Ipsos közvéleménykutató közölt a TF1-en keresztül. 8-kor záródtak a szavazóhelységek Franciaországban, Emmanuel Macron vagy ugye Marine Le Pen, ez nem sokára ki fog derülni, mármint nem csak az exit poll adatok alapján. Kapcsoljuk Franciaországot, Hengeris Kornéliát. Szervusz Kornélia, itt vagy a vonalban, szervusz, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Meg tudod erősíteni ezeket az adatokat, amiket itt az előbb mondtam, ez az exit poll adatokat? Igen, nálunk már eléggé ünnepelnek itt a másik szobában, úgyhogy ez az 58,2, ez már nagyon nem fog változni, ez az eredmény. Ez egy tiszta győzelem Emmanuel Macronnak, elég nagy különbséggel, ami egy elég beszédes eredmény. 20 éve nem volt ilyen, hogy ugyanaz az elnök két mandátum, tehát kétszer 5 évig, Chirac óta. Tehát ez nem sikerült se Sarkozynek, se François Hollandnak, úgyhogy most nagyon nagy az ünneplés a Champs-Élysées-en, jelen pillanatban Párizsban, hogy ezt a Macron ezt a második mandátumát is behúzta, nagyon szép eredménnyel. Viszont Le Pen asszony 41,8%-a 2017-hez képest, azért ez 7,9%-os növekedést jelent. Ez azt jelenti, hogy az ötletei, az ideológiája azért terjed az országban. Ez valahol neki gondolom megnyugtató, még annak ellenére is, hogy most harmadszorra veszített választást Marine Le Pen. Cornélia, ugye azért ez mindenképpen érdekes, mert az előre jelzések alapján volt olyan közvéleménykutató, ami 1% különbséget jósolt Macron javára, de 1-3% volt általában, ez pedig, hogyha jól számolom, olyan 15-16%-os különbség, tehát legalábbis a közvéleménykutatásokhoz mérten elsöprő a győzelem. Igen, elsöprő a győzelem, viszont azért tudni kell, hogy Franciaország az nem csak a hexagon, tehát nem csak a metropolból áll, hanem vannak szigetországok is. Ők például, amit láttam eredményt, ott Marine Le Pen nyert 60 körüli százalékokkal. Tehát szóval, a tengeren túli területekről beszélsz. A tengeren túli területekről beszélek. Tehát még pontosan én sem néztem meg a régiókat lebontva, de biztos vagyok benne, hogy Marine például Dél-Franciaországban győzelmet aratott. Mert az első fordulójában Dél-Franciaországban győzelmet aratott Marine Le Pen, és én most itt vagyok, úgyhogy tudom, hogy itt inkább erre felé hajlanak az emberek. Világos, köszönöm szépen. Cornélia, köszönöm szépen a bejelentkezést. Ezek természetesen exit poll adatok voltak, ugye ezt még egyszer erősítsük meg. Tehát ez nem hivatalos, vagy hivatalos eredmény, a hivatalos végeredmény, mikorra várható szerinted? Én azt gondolom, hogy este 10 órára már biztosak lehetünk a végeredményben. De ezek a százalékok már nagyjából maradnak. Tehát itt most már meglepetés nem történhet. Ez, nem lesz meglepetés. Ez 100%-os bizonyossággal ki lehet mondani. Macron marad az elnök. Köszönöm szépen, köszönöm a bejelentkezést. Köszönöm. Tehát Franciaország régi új elnöke Emmanuel Macron. Ez mindenféleképpen hírértékű.